A sportnak mindig van egy nagyon-nagyon fontos küldetése, amellett, hogy valaki azt mondja, hogy egyiket szeretnénk győzni a másik ellen, a küldetés pedig nem más, mint hogy az ember szeretné az egészségét megtartani. Kuberten Báró szavaival élve nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ebben a szemléletben indul ez a közel egy évig tartó küzdelem sorozat, melynek Győr ad majd otthont. A szervezők fontos szerepet szánnak az el- és befogadásnak, illetve egymás megismerésének. Olimpia jövőre, és ezért a fő végcél természetesen pluszban az is, hogy valaki elindul, akkor kell, hogy legyen valamilyen díjazás is. Ez, és a díjazás pedig nem más, mint az olimpiára való kijutás lehetősége. Ugye mind a paralimpiára, mint pedig az épek olimpiájára, ugye két-két fő személy. Nem könnyű feladat vár a szervezőkre, hiszen egy olyan eseményről van szó, melynek fókuszában a sport áll, és amely közel hozza az olimpia és a paralimpia eszményét az emberekhez. Ezeknek a programoknak a legfőbb üzenete határaink túllépése, önmagunk legyőzése és az integráció, mivel fogyatékossággal élő embertársaink is rajthoz állhatnak. Október 11-én indulunk egy szellemi vetélkedővel, ez a városi könyvtárba lesz, a Kovács Pál könyvtárba, ahol nem kell félni ettől a vetélkedőtől, nyugodtan lehet használni, ha már könyvtárban vagyunk, könyveket, lehet használni telefont, lehet használni bármilyen segédeszközt, ami segíti azt, hogy kitöltsük a tesztet. Itt is inkább arról lenne szó, mindenki haza is viheti a tesztet, hogy egy picit ismerkedjünk a magyar olimpia történettel, ismerkedjünk azzal, azokkal az embertársakkal, akik esetleg Győrben szereztek érmet, vagy olimpikonok voltak. Ezt követően november 23-án valószínűleg egy túrával fog folytatódni az öt próbasorozat, ez lesz a második próbánk. Innen nagy valószínűség a Városháza elől a Püspökerdőig vesszük az irányt, egy nagyot sétálunk, és ott egy ilyen közös meleg étel elfogyasztásával búcsúzunk két próbával az idei esztendőtől. A résztvevők felemelő pillanatokat élhetnek át már az öt próbák teljesítése alatt is. A szervezők mindenkit bíztatnak, hogy vegyen részt a programon. A regisztráció kortól és nemtől is teljesen független.